nem lévén török koros, mekkora új koros, késő középkoros régészők, és hát az előadás is pont a határvidékről szólt. Mondjuk a tenap is itt voltam, ennek a jogosságát abszolút érzékeltem, mert tenap le tudott egymás mellé ülni úgy a mohácsi tömegsírokat föltáró régész antropológus csapat igazából, hogy gyakorlatilag mindenféle más szempontokat kizárva szakmai szempontból tudtak egymással beszélni, és ezt nagyon pozitív dolognak tartom. Én ezt a témát egyáltalán nem kutattam. Ezt mondom, talán mondtam is az előadásom elején, hogy Bészába János kollégámnal beszélgetve vetődött föl magát a topográfiát, azt igen, tehát topográfiával foglalkozok kifejezetten, de mint hogy a Budapesti Történeti Múzeumban dolgoztam, és hát a Budapesti Történetével foglalkoztam, az ottani birtokszerkezettel, meg a környéknek a birtokszerkezetével, igen, az ottani határhárásokkal foglalkoztam. Ez nekem egy szűz terület volt. Nagyon gyors volt igazából, volt egy olyan periódus pont, vagy karácsony környékén azok után, amikor időm is volt, és picit rá tudtam odafigyelni, és felkezdtem egy olyan témába, amibe váratlanul úgy, hogy a szakma nem foglalkozott vele, látszott. Úgyhogy megvan a forrás, és még se csinálták meg, és akkor ez fölvilányozott igazából. Igen. Tisztettel köszöntök mindenkit. Remélem hallatszik. A helyzet az, hogy ezt a nagyon bonyolult és elég szakmai címet adtam ennek az előadásnak, ugye, hogy Mohács és Danóc közötti térség, amiből szerintem a Danóc nevet már különösebben nem mindenki tudná pozícionálni, hogy hol is van, de hogyha váltok egyet, és azt mondanám, hogy a Mohácsi csatatér és környezetének a teremtés házata, akkor mindenkit jobban érdekelne ez a téma. Én is úgy kerültem ebbe a történetbe, kicsit tényleg egészen kívülállóként, hogy Bészábó János kollégám, akivel együtt dolgoztam egy ideig a Vármúzeumban, beszélgettünk, és hát panaszkodott arra, hogy neki hát nehézségei vannak igazából abban, hogy vannak források, latin források, de nem igazán van segítség, aki ezt elolvassa. És ez egy karácsony előtt volt, és hát nagyon érdekes a téma egyébként is. Én elkezdtem belenézni egy-kettőbe, és akkor látom, hogy hát határjárások, meg mindenféle kéznél van. Én amúgy egy budapesti régész vagyok, hát a Budával foglalkozom, és Budaközti, annak is a topográfiájával, úgyhogy a határjárás az nagyon érdekel mindig, és tudom, hogy milyen ritkán áll, milyen kevés áll a rendelkezésre, és erre valahogy ezt kezdtek el dőlni egymás mellett ezek a határjárások. Hát ez a szent személyes indok, és akkor nagyon gyorsan született ebből egy tanulmány, ami egyébként azóta megjelent, hát tulajdonképpen nekem ezt konferencián előadnom egy évvel ezelőtt kellett volna, azóta megjelent maga a tanulmány, végül is olvasható, de minthogy ez a felkérés megszületett, ezért ezt most így ebbe a körbe is tovább szeretném adni, vagy nyilvánosságban hozni, bár hát le van írva mindenképpen. Na hát miről is van szó? Tehát itt vagyunk a Mohácsi teraszos síkon, ez egy ilyen földrajzi meghatározás leginkább, ugye? És ami minket érdekel, inkább ezen a térképen mutatnám a második katonai felmérésen, mint a Google képen, mert jobban érzékelhető rajta a síknak a kiterjedése és az egész földrajzi léte. Ugye itt két betűt látunk, ez a bizonyos Mohács, meg ez a Danóc. A Mohácsot azt nem kell bemutatni, a Danócot meg be kell mutatni, mert egy teljességgel elpusztult mezőváros egyébként ugye a mai Horvátország területén. Ezt a két végpontot az ember fölveszik, a kettő között kapja meg azt a területet, ahol valami módon ez a mohácsi hadi esemény is lezajlott. És én ebben az egész munkámban úgy foglalkoztam ezzel a dolggal, mintha csata nem is létezne. Nyilvánvalóan azért, mert a cél nem az volt, hogy én most bármit ebbe állást foglaljak, hogy inkább itt, inkább ott, inkább erre, és akkor Brodaricsot hogyan kell értelmezni jobbra, balra, vagy valamerre, hanem egy egészen más forráscsoportot próbáltam összeállítani, azt, hogy a település szerkezet hogy állt össze. Ami valójában meglepő dolog, én meglepődtem rajta,
sajnálta, hogy ezt a szakma nem végezte el, a saját szakmám, úgy értem, a késő középkori történész szakma, hiszen a forrásodnak a nagy része, mint látni fogjuk, hát meglehetősen kiadott igazából. Na most van néhány szám rögtön itt ezen a dián, ugye, hogy a jelenleg ezen a területen van 7 település, föl is soroltam szépen, és a késő középkorban ennek egy nagyságrendileg nagyobb száma van, ugye 18 birtokról beszélünk. Innentől fogva állandóan birtokról fog beszélni, és ez is teljesen tudatos. Részben azért, mert a határások azok birtokokról szólnak, tehát birtokoknak a határait írják le, nem arról beszél, hogy hol van a falu. Pláne most ugye ebben a Mohácsi csatatér kutatásban nem a birtok játssza a főszerepet, hanem hol van a falu sokszor, és éppen ebben nem akartam semmiképpen beleszállni, és tulajdonképpen ezért látsuk azt, hogy birtok ezt a kifejezést mindenképpen. Még egy kép magára a természeti környezetről. Ugye hát ez egy adottság, és nagyon fontos, amiről beszélünk, ugye teljesen jól lezárható világ végül, és egyik oldalon van a Duna, és a Dunának van az a kiterjedt ártere. Ezzel a halványabb kék színnel jelöltem az árteret, amit most jól meg lehet figyelni a terepen tulajdonképpen. És a másik szélét is pontosan jól meg lehet figyelni, hogy ennek a Mohácsi teraszos síknak a szélén egy dombsor húzódik végig. Igazából az északi oldalon, meg a nyugati oldalon ez meglehetősen markáns, és aztán délen úgy szép lassan elfogy, átmegy egy, hát már tulajdonképpen Danóc alatt már nem is létezik, majd ott lejjebb, majd ott megállítja ugye a Karassó folyó, és akkor mögötte a hegyek. Gyakorlatilag, de az már nem tartozik ebbe a területbe. Na most hát ugye, mint mondottam, foglalkoztak valamilyen szinten településházattal, de hát ebből mondjuk a legkomolyabb két ember, ugye, akit meg kell említeni, akár két szélső térkép, az Györfi György és ugye Engel Pál. Györfi György az Árpád-kori történeti földről az van, ugye, de hát egy hatalmas megye térképből veszünk ki egy kis kivágatot most itt, ugye, tehát hogy az látni kell, hogy nem ennek a kis mikrorégiónak a kutatását mutatja be a térkép, hanem egy pici kivágat. Hát Engel Pál pedig az egész történeti Magyarországnak a 15. század végi térképét próbált megalkotni. Ha csak így ráznéznek, most egy ilyen szemmel látják, hogy őrült különbségek vannak birtokok elhelyezkedésében, mintha valami nagyon nem stimmelne. Ennek az oka az, hogy hát valójában tényleg nem történt meg az átnézése a dolgoknak. Most közben már nekem azért nagy segítség volt, hogy együtt dolgoztunk, ugye Sudár Balázsa is igazából egy ideig egy intézményben, és ők is közben már egy korszakkal később, tehát a 16. századnak, 17. századnak a település struktúrájának az elemzésével foglalkoztak. Itt szintén megjelent, és ugye részükről egy olyan térkép, egyiket mutatom be, ami ezt a sűrűbb települést házatot és sokkal pontosabb meghatározást mutatja be. De mondom, az én munkám végül is ettől is végül is független volt. Na, tehát a források. A források két helyen találhatók, tulajdonképpen az Icsi családnak a zsíji levéltára, a régi levéltára, amely kiadott, 19. század vége óta ki vannak adva ezek a források, nagyon régóta, tehát bárki számára elérhetőek. Illetve az Eszterházi családnak ugye a Kismartoni levéltára, ez kiadatlan, de ma is tartalmaz remek kincseket, amiket elő lehet belőle húzni, és hát egy részben azért komoly kiegészítéseket lehetett tenni, és mindez az országos levéltárban benne van, tehát fönn van a honlapon, csak kattintani kell rá a DL számra, és akkor az ember ezt szépen elolvassa, ugye, szóval nem egy olyan nagy probléma igazából, mint szakmai ember számára. Na most én mit tettem? Hogy mentem ezen végig? Hát gyakorlatilag legyűjtöttem az itt található községeket, és megpróbáltam községenként a szomszédsági viszonyokat először tisztázni. Tehát az, hogy melyik község mellett melyik község tartozik, ez nem csak egy határjárás lehet, ez sok minden lehet. Rengeteg hatalmaskodás történik a térségben, majd mindjárt kiderül, hogy miért szólni fogok róla, és akkor kiderül, hogy egyik falunak átmegy egyik jobbátság a másik faluba, tehát ebből ilyen szomszédsági viszonyokat lehet tisztázni, néha irányokra is, és erre láttuk néhány példát. Tehát ugye Nagymajsára, Vízlakra, meg Mercsére ezen a képen. Ez volt az első lépés. Egy második lépésként ezt már összesítve egy ilyen sematikus ábrát próbáltam felrajzolni igazából, ami hát nem semmiféle természeti háttér nincs mögötte, csak az, hogyha a szomszédságokat vesszük, akkor
kikhez tartozhat nagyjából. Ez látszik ezen a vázlaton tulajdonképpen. Mondjuk a cikkben ezek a képek sem ilyen formában nem jelentek meg, most itt ezen a előadáson tudom még csak megmutatni. És akkor tulajdonképpen ehhez, amikor ez megvolt, akkor kezdtem el a határárosnak az elemzését. Na most látszik, az felsoroltam, hogy itt ez elég számos. Ez tényleg az a helyzet, hogy kivételes helyzet az igazság. És megvan ennek egy nagyon komoly oka, ez a kép is mutatja egyébként a hatékonyságát, tehát az, hogy az előző struktúrában, hogy lehet ezt beleépíteni, hogy hol vannak az ismert kapcsolódások mentén tényleg határjárások. És ennek az egésznek tulajdonképpen van egy történeti oka, most érdekes a videó, nem a gondolataim szerint ment, de mindjárt kilukadunk. Ez a történeti oka, ez valójában majd a 14. században a Becsei családnak a birtok szerzése és annak a kapcsán levő rengeteg vita, összecsapás, per, és emiatt született iratanyag. Na, az agyam másképp futott, mint a dia. A dián azt látjuk valójában, hogy mindezt mire próbáltam fölvinni. Az 1941-es katonai felmérést éreztem olyan felmérésnek, ami kellőképpen jól kartográfiailag kidolgozott alap ahhoz, hogy ezt valamit tudja kezdeni. Tehát erre ezt fogjuk látni mindig a háttérként. Ugyanis nagyon nagy problémája általában a kutatásban, tényleg kicsit utalva a csatatér kutatása is, hogy általában vaktérképeket látunk mindig. Tehát, hogy valami olyan térképeket látunk, ami valahonnan levettek, átrajzoltak, de ezt meg se jelölik, hogy honnan van igazából. Az ember nem tudja ellenőrizni, hol a torzítás, mennyire vázlat, mennyire milyen. Úgyhogy én igazából régész lévén, másik végzettségem szerint kicsit befolyásolt ez a helyzet, hogy zavart az, hogy nem tudom rendesen térképre vinni a dolgokat. Tehát a 41-es látjuk. Emellett a forrásként jól lehet használni 18. századi térképeket, amelyek hát községeket ábrázolnak. Itt Körtvélyest mutattam be, tehát olyan elpusztult településeknek a helyét, amelyek helynévként éltek. Ugye itt látjuk például a Körtvélyesnél azt, hogy 1770-ben egy kiváló térképe van Nagymajsának, és ennek a északi része, tulajdonképpen Körtvélyes, ott a szántóföld közepébe van beírva, aztán jól látható mindenki számára, remélem itt ugye a Körtvélyes felirat, és hogyha az első kataszteri felmérésen nézünk, akkor az ettől a szántóföldtől északra levő erdőre írja ki a Körtvélyes nevet. Tehát ennek az elpusztult falu, vagy birtoknak, bocsánat, hogy faluról beszélek, tehát a birtoknak az emlékét a helynév anyag még mindig megőrizte a 19. századig is. Több ilyen helyszínt elég jól lehet azonosítani. És ennek a hatására állt össze, gyakorlatilag ennek az összetett munkának a hatására áll össze ez a kép, ami hát ez a bizonyos 18 település, amiről eddig beszéltem, és ez a fekete vonal, ami itt látható, ez a leghatározóbb, mert ez annak a birtoktestnek a határa, tehát, amit a becseiek megkapnak, és tulajdonképpen ezt a fekete vonalat több határjárásból összeállítva, de végig lehet követni határjárásonként. Tehát össze lehet illeszteni egymás mellé 6-8 határjárást, ami kiadja a teljes vonalat, és ez egy nagyon komoly földrajzi anyagot tartalmaz tulajdonképpen ennek a segítségével. Nagyon komolyan belepillanthatunk a Síkságnak a település hálózatába, és hát mondjuk helyre lehet rakni a rendszerét a birtokhálózatnak, azt gondolom meglehetős hitelességgel, mint amit hát mondjuk nagyjából ez az ábra próbál bemutatni önöknek. Na most egy picit a történetiségéről még szólnék mindenképpen visszamenve. Az egyik az, hogy a birtokos hálózat, tehát a birtokosoknak a ténye. A késő Árpád korban még, tehát még a becseiek előtt, itt nagyjából az látszik, hogy van egy meghatározó részben egyházi tulajdon, ez főleg a pécsi püspöksége vonatkozik, Szekszárdi apátra nagyjából, illetve ami ennél is meghatározóbb, egy kisnemesi tulajdon, kifejezetten kisnemesi helyi, egy-egy faluhoz kötődő nemesi birtokhálózat. Már ott délen van egyedül, ott föltűnnek ott tulajdonképpen az előkelők, itt gyakorlatilag a hédernembeli család, tehát a kőszegi családnak igazából a birtokai. És ha ennél is egy kicsit vissza akarunk menni, és szeretnénk ennél is
valamiért többet tudni. A források ugyan már nagyon nincsenek, mert ugye látszik azt, hogy az utolsó írott forrásunk a 13. századnak a végéről származnak. Egyedül egy picit segít ugye az ember, hogyha arra gondol, hogy a helynévanyagnak a nevé, magát a névanyagot ugye végignézi. Magam segítek, mert nem látom a képernyőmet. Tehát, hogy ugye a 18 helynévet, ha megnézzük, akkor jól látszik, hogy van 5 darab olyan, amelyik helyi tulajdonságot jelöl, tehát olyan, hogy földvár, meg kerekegyház, meg kötvélyes, de ezek mind magyar nyelvűek, ugye ez jelzi a lakosságnak egyébként az etnikai összetételét. Azon kerül 13 darab személynévi típusú van, amiből csak úgynevezett késői típusú, tehát ami benne van, hogy falva, ugye, hozzátétel, az csak 3, ez a Bakfalva, Balázsfalva, Iportlaka, ezek. Az összes többi az mind korai típusú, tehát ezek a nevek, hogy bátya, meg Gét, meg Izsép, Kölked, ezek mind gyakorlatilag személy, akármennyire is furcsa, de személynév eredetileg. Ugye szerencsére rendelkezünk ma árpádkori személynévtárral, nagyon komoly gyűjtéssel, onnan ezeket mind le lehet gyűjteni, ezeket a neveket, nekem is, aki nem vagyok egy név tudor igazából. Tehát ebből nekem nagyjából az következik, hogy tulajdonképpen a 12. század elejére kialakul ez a birtokhálózat. Az érdekes az, hogy a birtokhálózat az nagyon masszív és nagyon soká, tehát nem mozog. A birtokosok mozognak, esetleg egy birtok megoszlik tulajdonosok között, de maga a birtokhálózat gyakorlatilag mondjuk azt, hogy a 12. század eleje óta állandó. Most az késő középkorról beszélek, az egész késő középkorban, és nem nagyon változik meg. Na, hát akkor ebben lép bele igazából ez a Becsei történet, ami nem más, mint Károly Róbertnek a 1316-os hadjárata a kőszegi nembeli Henrik fia János ellen. Ugye itt is van egy Kőszeg nevű váruk egyébként, ugye ha valaki nem tudná, vagy ezt Kiskőszegként ismerjük, ma Batinának hívják ugye Horvátországban. 16-ban van egy hadjárat, amivel nyilván Károly győzelemeskedik, és a Becsei Imre, aki egy nagyon közeli hát katona embere a Károlynak, egyébként személyes sérülést is szenved, leírja az oklevél, és kapja ezeket az adományokat, amiket itt látunk. Ugye látjuk azt lakott, azért jelzem egyébként vízlakként, mert a közelben kicsit lejjebb van egy Mezőlak nevű település, attól válik el ez a lak igazából, Lajmért, Kerekegyházát és ugye Majsát. Na most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezt ő mind tudta volna érvényesíteni. Itt ebből hatalmas perek keletkeznek, mert a helyi nemesek néha igyekeznek ezt egy idő után visszaperelni, visszaszerezni. Valószínűleg ezek a helyi nemesek, gondolom, a héder nembeli kőszegieknek voltak egyébként a familiárisok, nem véletlenül vették el tőlük ezeket a dolgokat. Ez mondjuk nincs dokumentálva, ez mondjuk az én hozzátételem, de másképp nem történhetett. De lényeg az, hogy például Majsa esetében például meg kellett osztozniuk. Tehát azért létezik ma Nagy Majsa, meg Kis Majsa, mert Kis Majsán ott maradtak a helybéli kisnemesek, és a Majsának a másik felét azt meg tudta őrizni magának Becsei Imre, és megosztották egy vonal mentén gyakorlatilag a települést. Hát ez aztán végig a középkorban már állandó volt, mert a becseiek mindenféle neveken még léteztek, ugye a család át egy egészen más név alatt ismert meg, később Bátmonostori Töttös családként ismerjük őket, nem tudom, nem akarok belemenni az egész becsei családba, de ugye ott a Töttösék, meg a Veszős, meg elég komoly emberek, és a utolsó Bátmonostori, ugye Bátmonostori Töttös László, mikor kihal, ugye a család nincsen fiú örököse, akkor a Várdaiak örök a területet ugyanezen a határa között, és így éri meg a Mohácsi csatát mondjuk ez a terület gyakorlatilag. Na, mit szeretném még megmutatni? Egy-két olyan elemzést, ami a határjárásokból egy picit érdekesen kihúzható. Például az úthálózat. Hát ezek az úthálózat rajzok, amiket ide bemutattam, ezek nagyon, nagyon vázatosak. Ugye általában akkor találkozok egy úttal, amikor a határon keresztül megy az út, vagy ritka esetben maga az úton megy a határ. Ugye ezen a képen kifejezetten a Via Magnaként szereplő utak szerepelnek, tehát ezek olyan nagyméretű országutak, amik ugye nagy területeket kötnek össze. Ebből azért érdekes csak, mert ha ránézünk, akkor vannak olyan irányok, amik ma nem használatosak, és nem utak. Mondjuk, ha akarnám mutatni, ugye itt megy Mohács és Siklós irányába egy olyan út, amelyik hát nyilván nem megy, vagy olyan is, ami egyébként ugye ma megszoktuk azt, hogy a főút ugye itt ezen a függőleges irányban
vonul lefelé, de hát ugye általában Danóchoz igazították az utakat, az meg nem létezik. Tehát hogy itt délen nagyon megváltozott az úthálózat. Nyilván csatakutatás szempontjából ennek is valamennyi jelentősége van. Erre a térképe bejelöltem a mindenféle másfajta utakat, gyorsan még végigmegyünk, és akkor tényleg vége lesz. Annyit akarok még jelölni, hogy elég sok erdő van még ezen a vidéken, egyébként ez kiderül a határásokból. Nyilván az ártéri erdőkről van szó, de ennek ellenére a többsége a használatnak szántóföld és legelő, és kifejezetten van egy Magnum Campum, nagy rét nevű rész is, 38-ban jelzik ezt a részt, tehát kifejezetten egy jól bejárható síkságról van szó. És hát muszáj gyorsan, két percet már nem fog menni, lehet majd, hogy átugrom. 19-es Papen Normeték által megjelentetett térképnek a, hát akartam a kritikát egy picit jelezni, nagyon gyorsan futok már csak rajta végig. Egyrészt, hogy hiányoznak róla falvak, másrészt, hogy nem ott vannak birtokok, mint hogy ezeket jelzik. Harmadrészt, hogy mondjuk Mersének a határásával nem számolnak. Negyedrészt, hogy egyáltalán teljesen rossz irányba van berajzolva ez a fajta várdai birtok elképzelés. És akkor ehhez képest ezek a zöld pontok már azt jelezik, hogy a határásokból falvakat honnan ismerhetünk, és ez látszik ezen az utolsó képen, hogy az oklevelek alapján hol láthatók falu helyek. Nyilván mindenki látja, aki érdekel, hogy hol van. Egyet kell kiemelni, hogy hol van Földvár tulajdonképpen. Teljesen nem érdekel Brodar is, tehát az én szempontomban nem érdekes. A Földvár a zártérnek a partján van egyértelműen, és számomra a Borzapatak és a Duna között van. Aztán, hogy a csatát hol hívták, az egy egészen más kérdés. És szerintem köszönöm szépen a figyelmüket. A régészet az fog ebbe a dologba segíteni, ezért lenne ez az utolsó kép. De hát ezt majd a régészek majd elmondják. Köszönöm szépen még ezt a figyelmet.